Üdvözöllek benneteket! Aktuális feladatunkban számokat kell a nekik megfelelő szöveges leírással összekötni. Indulhatunk úgy is, hogy a bal oldalon lévő számokat kötjük össze a szöveges megfelelővel, vagy fordítva. Én az utóbbit választom. Tehát a szöveges megfelelőt olvasom, és ezeket kötöm össze a megfelelő számokkal. Induljunk sorba. 10,2. Keresem, hogy hol található 10 egész, láthatjuk, hogy íme a második föntről, ez egy tizedes alak, 10 egész és 2 tized, össze is tudjuk kötni. 1 egész, 1 ötöd. Hol találunk 1 egész, láthatjuk, hogy ez az utolsó szám, ez egy vegyes tört alak, 1 egész és 1 ötöd. 100 egész, 100 század. Százas találunk, viszont azt látjuk, hogy a 100 egész, az első tizedes hely van kitöltve, tehát ez tizedeket jelent. Nekünk nincs olyan, hogy 100 egész és század lenne, ezek szerint a harmadik leíró rész, ez üresen marad. 100 egész, 1 tized. Ez lesz az, amit az előtt már láttunk. 100 egész és az első tizedes hely az tizedet jelent, tehát ezzel kötöm össze. És maradt a végén a 2 ötöd, láthatjuk, hogy ami kimaradt, tényleg 2 ötödöt jelent. Íme így kötöttük össze a számokat a megfelelő szöveges leírással. Köszönöm a figyelmeteket!